Szent Mónika talán nekem a legkedvencebb szentem, mert ő az édesanyáknak a védőszentje. Szent Mónikáról annyit kell tudni, hogy ő egész életében imádkozott a saját férjének a megtéréséért, aki halálos ágyán tért meg, és a fia, Szent Ágoston, akit ugyancsak nagyon tisztelünk és sokat tanulunk tőle, az ő bölcsességeiből ért és imádkozott Szent Mónika egész életében, és nekik, ezeknek az imáknak köszönhetően tért meg a fia is, Szent Ágoston és a férje is, Pátricius, ami nekünk édesanyáknak talán nagyon sokat számít, és nekem valahogy van egy Szent Mónika imacsoportunk, aminek számomra olyan, mintha a saját gyermekem lenne, a saját gyermekeim mellett. Azt mondhatom, hogy a mi kis családunkban, a Szent Mónika imacsoportban lassan talán 20-an is tartoznak. Fantasztikus érzés, amikor az én édes gyermekemért imádkozik még 15 anyuka egyszerre együtt. És nem csak a saját gyermekeinkért is imádkozunk, gyakran imádkozunk olyan gyerekekért, akiért senki sem imádkozik, mert talán eddig meg sem fordult a fejünkben, hogy tényleg léteznek gyermekek, akik talán nem is ismerik Jézust, nem tudnak imádkozni, a szülők sem tudnak imádkozni, azért a gyerekeket se tanítják meg, és nem is imádkoznak a gyermekeikért. Pedig a gyerekek számára ez egy nagyon, nagyon nagy támogatás. A gyerekek is úgy érzik, hogy nincsenek egyedül ebben a világban, és ha bármilyen gondjuk van, akkor Jézushoz, a mennyei atyához, vagy Szűz Máriához könyöröghetnek valamilyen segítségért. És Szent Mónika segít, nagyon sok csodálatos megtérés, csodálatos gyógyulás történt, azt mondhatjuk, a Szent Mónika imacsoportunk 4,5 éve működik. Gyümölcsoltó Boldog Asszonykor tartjuk a megalapításunknak az időszámítását, ezért 4,5 éve létezünk, és ez alatt az idő alatt 8 kisgyermek született, mondhatjuk a családunkba, unokák is, meg gyermekek is, akiket ugyanúgy, mintha a saját gyermekeinket úgy szeretjük, és imádkozunk továbbra is. Meg nem született gyermekeikért is nagyon fontos imádkoznunk, tehát értük is imádkozunk, és azokért, inkább talán azokért az édesanyákért, akik rossz döntést akarnak hozni. Tehát ezek is bele vannak foglalva az imáinkba.